Tényleg le a kalappal a teljesen átalakuló félben lévő, csak a saját nevelési utánpótlási játékosaiból építkező szekszárdi UFC női NB1-es futzálcsapata előtt. Már az egyik bajnok esélyes a testnevelés egyetem csapatával szemben elérte 4-4-es döntetlen előrevetítette annak a lehetőségét, hogy a szintén anyagerősebb Tolnamözsnek sem lesz sétagalop, hogy hazai pályán begyűjtse a sikerre éhes szekszárdi tinik ellen az egyébként papírforma győzelmet. Persze a mérkőzés első része úgy alakult, hogy a visszavédekezés hiányosságaiból 4 góllal is megszórta a Tolnamözs a vendégcsapatot, amire azért érkezett válasz Kágyi Rebekától és Nagy Csekétől, így a 4-2 még magában hordozta a szekszárdi feltámadást. A második félidő elején lőtt újabb tolnai gól olybá tűnt, hogy eldönthette a megyei örökrangadót. Lehet, hogy a hazai játékosok és a szurkolók így gondolták, de a sárga-fekete szerelésben tovább küzdő lányok és a kispadon edző Kágyi István éppen ellenkezőleg. Szép összjáték utáni szekszárdi akciók ugyanis góllá, mi több gólokká értek. A harmadik szekszárdi gól szerzője Dombi Réka volt, és már is 5-3-at mutatott az eredményező. 5 perccel később már a tolnamözsi szurkolók is felsziszentek, amikor kitűnő kapusuk Decki Vanda hálójába került újra a labda, miután 1 gólra zsugorodott a különbség, és volt vissza még 8 perc tiszta játékidő a mérkőzésből. A meglepetés végül is elmaradt, vagyis a szekszárdi pontszerzés 5-4-re megnyerte a meccset a Tolnamözs. A szekszárdi B-közép okkal ünnepelte úgy a lányokat, mintha ismét pontot szerzett volna a csapat. Próbálunk mérkőzésre javulni. Ugye Debrecen óta vettem át a csapatot, ugye Debrecenben is én voltam velük. Már ott is ugye ez a 4-0-es eredmény az igazából nem tükrözi azt, amit a játékban is mutattunk, mert a másik félidőben sokszor beszorítottuk, támadásokban veszélyesebbek voltunk, mint a Debrecen, de sajnos a rutinosabb játékosok ugye azok rúgják a gólokat. Próbálnak az én lányaim is, de azt hozzáteszem, 0 futszer edzése, tehát mi csak nagy pályán edzünk. Az erőlét ezért meg is van a lányaimnak, azzal nincs is baj. Itt igazából ezek az elmozgások azok amiket ugye taníthatni kéne nekik, de mi próbáljuk inkább ezt a visszaálló védekezést és gyors kontrákkal az ellenfeleket ugye kellemetlen helyzetbe hozni. Nem volt olyan stabil ezúttal a szekszárdi lányok védekezése, pontosabban a visszavédekezése, mint amennyire megtervezett szervezet volt a támadójáték. Ennek az edző szerint volt egy objektív oka is ezen a hétvégén. Nekem a stabil védekezésben most hiányzott 2 játékosom. Tehát ugye a Dorina, ugye, aki 15 éves, és múlt héten ugye a TFS ellen be is talált, első NB1-es gólját lőtte, ő egy stabil védekező játékosom. Ugye akkor itt van a Csóka Panna, akivel ugye a Magyar Kupát nyertünk. Tehát ő sem volt most itt ugye elfoglaltságok miatt. Tehát azért ez a 2 játékosom, ha azért itt van, akkor azért sokkal erősebb a keret, ugye erősebb és jobban tudunk játszani. Ugye ez az összeszokottság inkább ő közöttük van, mert ez a tavalyi brigád. Tehát ők itt vannak évek óta, ehhez jött ugye pár játékos, és ugye ők is beilleszkednek, mert nem mondom azt, hogy nem, de van olyan játékosom, aki életében nem futszálozott. Tehát őtől nem váratom el, hogy tudjon egy forgást megcsinálni, mert nincs edzéseken, amikor eljön, ott nagypályás edzés van, tehát nem ezt gyakoroljuk. A szekszárdi női labdarúgás már nem csak a futzára készíti fel a játékosokat, mint ahogy arról korábban nyilatkoztak az illetékesek. A nyújtott pályás, illetve a nagypályás felkészülés is hangsúlyos a szekszárdi UFC női szakosztályánál. Ez utóbbi persze még a közeljövő zenéje, a futzálban azonban már komoly múltja és jelene is van a tavaly Magyar Kupa győztes csapatnak. Miután eléggé furcsa, hogy a sikerszakágnak komoly teremgondjai vannak a felkészülés során, pandémia ide vagy amoda.